Sziasztok, Zó vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a Project Ozone 3 modpack végjátszás következő részében, és igen, megint ilyen eső, sötét időben kezdünk, de remélem ki fog sütni a nap. Mi a mi program, ugye az előző nap eljutottunk odáig, hogy már van ilyen riperrel javítunk, most jutott be egy olyan rész, ahol szenvedtem az armorokkal, és mondtátok, hogy az Unreal-on is lehet javítani, de én úgy tudom, hogy ezt nem lehet, tehát hogy az ilyen módosokat nem lehet, tehát mindegy, még ez nem lett baja, de megvárjuk, míg megütjük azt valami. Ezt azt is mondtátok, hogy van valami erősebb Unreal, de itt nincs. Tehát ebben a modpackben van ez a sima Minecraftos, meg van ez a Ender IO sem. Ugyanazt tudja, tudtom majd csak, hogy tovább tart, tehát kevésbé romlik el, de más olyan, ahol tudná javítani, olyan nincs. Ez az Iron Unreal, ez van itt, ez arra van, hogy ilyen különböző dolgokat csináljunk bele a Woothoz, de ez Wooth, ugye? Wooth, igen. Szóval ez nem az mai program. Hát megint nem etettem meg a tarály. Szóval vannak ötleteim, tehát egyik, hogy ezt automatizálni, hogy ez feltöltse, de akkor már lehet, hogy egy új szitát kéne csinálni, viszont ja, meg ez is, ugye szoktam kézzel feltölteni, de hát most pont kiöntötte, a ledek voltak benne, a ólom vagy mi. Ja, meg is csinálta. Milyen jó, kiöntötte. Szóval, hogy ezeket lehetne automatizálni, de igazából energiából is kevés van. Mit találtam most itt? Tint, jó, viszek tint. Na, betöltöm a tint. Jó. Szóval energiából is kevés van. Kisütött már, mint hogy elmúlt az eső, de még mindig este van. Nem itt voltam. Meg egy kicsit így gondba is vagyok, hogy most elinduljak és csináljak végig mindent a különböző szinteken. Csak akkor most akkor azt kéne, hogy megölni a sárkány, meg. Szóval ez egy elég sok idő. És ugye itt meg vannak olyanok, amit meg így jobban kellene. De akkor meg viszont, ha kihagyok, tehát mondjuk kihagyom ezt, mert ez most annyira nincs kedvem, tehát mindent kihagyok, vagy nem mindent, vagy pár dolgot kihagyok, és ami érdekel, azba megyek bele, akkor viszont lehet, hogy később, tehát például itt az etánál most ilyen wild kellene csinálni, hogy energiát csináljak, mert hogy energiát szeretnék csinálni valahogy, és de ezt már csináltam, hogy sokat meg nem túl erős, de hogyha meg más kezdek el csinálni, akkor már ide csak azért jöjjek vissza, hogy csinálják egy gyengét. Az meg olyan furán fog kinézni. Mindegy. Ennek ellenére megmondom, hogy mit néztem. Azt hiszem ezt néztem, hogy aha, itt van napelemek. Várj, ez nem napelem, ez valami termálszolár valami. Oké, ezt fogjuk csinálni. Mi ez? Kappa. Mert hogy majd nincs energiám, tehát látjátok, tele vagyok ilyen kis hülye kis, mármint bocsánat, generátorokkal, amiket így etetek almával, mindig sütöm ki és töltöm fel, kicsit macera. Tehát kell egy normális energiarendszer, kábelt tudunk csinálni, mert hogy a, miért megyek be, tehát ilyen konduitot tudunk gyártani jó sokat, konduit. Tehát itt van ez az Ender Energy Conduit, ehhez csak vibrant alloy kell, hát éhez ez gyakorlatilag filléres vibrant alloyhoz, meg hát nem kell olyan sok minden, csak energetic alloy, meg Ender Pearl energetic alloyhoz, meg szintén nem kell sok minden, csak glowstone, gold és redstone. Tényleg glowstone az miből jön szitában? Dust. Jó. Akkor dustot fogok csinálni. Ez a sima, ezt tudnám, jaj, rossz gombot nyomtam, csináltam egy screenshotot, nem ez a kompressz, akkor ez a jó, akkor feltöltjük, na, olyan rövid klikkeket kell nyomni, nem hosszút, hú, tök jó, la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 l
beszélni. Na, ezt itt egy kicsit feltöltöm, aztán nézzük azt a energiakészítést. Annyi, hogy így mágnessel tudom vinni a többet is, tehát most ugye mágnessel szívtam magam után. Ja, szépen. Jó dolog ez a mágnes. Jó, ez visszatértem ehhez, ez jobb. Itt van alattam. Tök jó. Tök jó. Lehet, hogy se tudom tenni. Ó, pak, na, meg is van. Most meg ez beszívta, jaj. Ki kell kapcsolnom gyorsan.
kap a feladat Solar Fluxok. Nézzük, mennyi Solar Fluxot tudunk csinálni. Solar Panel 1, Dark Oak Wood, opa. Ez micsoda? Dark Oak Wood. Hát olyanom nincs, egész konkrétan. Na, van valami market, ahol tudnék venni, és ilyen a rakunk van. Máshoz nagyon nem jön, tehát összes többi, hát ja, akácot, ha bedobnánk, vagy materialization. Várj, volt még valami, ja, hogy így kraftoljuk. Wood essence, natural, tehát elméletileg ez is működne. De maradjunk a marketnél, de vagy kell marketet csinálni? Csak fa. Jó, csináljunk egy marketet. Jó, valami fám hiányzik. Red wool. Olyat is volt tudok csinálni szerencsére. Ja, hogy a közepén van egy kis piros. Szóval, zene nincsen, jó van. Hoppa. Ezt mit csinált itt? Ja, hogy... Szegény gyerek, kiütöm neked, mert ez igazából nekem most már nem kell, vagy tudod, mit ide teszem a végére, mégis csak egy emlék, hogy ez itt van. De beteszem, és ráteszek egy magot. Na, akkor téged kérdezelek, vagy és keresek én Dark Woodot. Csak előtte hozok egy ilyen arkot, vagy mi volt ez? Rak. Na, nekem egy is elég, ha? Hozok egy stacket. Biztos, ami biztos. Szóval, sapling, banánfa. Mik vannak? Avokádó. Üte, hát ezek tök jók. Jaj, hát ezt mind kell. De nem, most dark oak sapling. Jó. És nehogy ilyen sokat adjon. Egy, figyeld. Ó, kész. De szuper, ezt eltesszük. Ja, itt van ez a hangos készülék, ezt egy miért nem töntöttem még szét, azt nem tudom. Na, nézzük. Lehet, hogy nem este kellene? Elméletileg ugye nappal ezek jobban nőnek, igaz? Hát én itt verkelek már egy ideje, és nem hat rá. Na jó, elmegyek aludni, hát az számít. Nehogy elvigyen valaki, jön egy nyúl, azt megeszi. Na, kialudtam magam frissen. Jó reggel nézve. Nézzük, hol van. Ott van, hát még nem nőtt ki ennyi idő alatt, na majd most. Hát lehet engem átvert ez a kereskedő, valami halott fát adott. De hát ez nem. Csillag-villag, de nem. Ez szívás. Bonszáj, tényleg bonszáj, hát. Azt hittem, már nem adja vissza. Kicsit megijedtem. De... Miért nem nőtt meg? Vajon a bonszáj működni fog? Adja ég. Na, mit van? Tehát azt hiszem, hogy ez így nem lehet, várjál üres kézzel. Nem, szét kell ütni. Bonszáj pot, föld és dark oak sapling. Úgy növekszik, szuper. Na, ezt kiürítem. Van tárkókunk, jó van. Már csak egy szeplinget dobhatna, és akkor a többit is átalakítom, mert igazából, vagy legalábbis párat mindenképp. Annyi, hogy itt nincs neki hely, majd lehet, hogy a tetején kiütök egyet, aztán ott lesz. Ja, már tudom, miért nem nőtt ki, de hülye vagyok, ti biztos mondtátok. Ó, közben megnőnek az izék, a cukornádok. Tehát ebből négy kell, és a négy nő ki. Persze. Na most nem áldozok fel többet, szépen megvárjuk, míg lesz sapling. Most már átugrik, Istenem. Hát előbb állt ott a Dark Oak, mint a szöveg, hogy csak azt fogadja el, de megszivatott. Jó. Oké. Szóval rengeteg üveg kell, és iron. Mennyi üvegünk van? Csak úgy az érdekesség kedvéért. Sima glass 163, hát mindegy, akkor viszünk egy kis szendet. Csak 36 ezer van. Aztán égetünk még, mert ez még szerintem jól fog jönni. Bronzot csináltam én itt. Vajon miért? Valamit akartam én bronzzal, nem az, ja igen, tudom javítani a páncélomat. Ez ennyi, ez elég is lesz, nézzük. De ez nem,
nem lesz semmi baja. Ja, és ez adja ezt a folyamatos vizét, hogy néztem, hogy itt ilyen tudok lélegezni a vízben. Tehát emiatt volt. Jó, van, hát akkor ezt tudjuk bronzzá tenni. Hát tegyük bronzzá. Ez a bronz már nem ad semmi érdekest, kár érte. Invar a következő. Jaj, de hangos. És invarom, az is van annyi, hogy rögtön meg is tudjam ugorni. És végül a sisak is megvan. Jó, ez tud bármit is, nem. Ez nem tud semmit. Jó van. És én így csináltam steelt. Erre emlékszem. Most akkor kéne még steelt csinálni. És ez a stonehammer. Mi fogyott el? Nem már, hogy elfogyott az ironom. Nem, szerintem az energia fogyott el, ezt azért ugrott ki. Szóval, hogy ez a stonehammer érdekes, hogy nem fogy, nem ürül, úgymond, na mindegy. Akkor hol vannak a cuccok? Itt voltak valahol. Közben megtaláltam, jó, cipő, ez is megvan. Babam, még egy kis szene. Black quartz, ez miért jó black quartz? Ez miért erősebb? Na, de mutasd, hogy ja, itt van. Na, sima, ja, black quartz, tényleg az kell neki. Na, megjött a zene is. Quartz, mert hogy ez úgy van a black quartz, hogy ki kell égetni ilyet. Vagy hát, ja, tehát ez a legegyszerűbb. Van ennyi kvarcom, jó van, akkor ezt kiégetjük. Itt mondjuk, tessék. Begyűjtjük az üvegeket. Ó, nincs minden üveg kész. Na, jó van. Na, az utolsó is. Ez az egy, mert hamar ment. Jó van. Kaptam XP-t, de jó. Na, akkor meg lesznek gyorsan a kvarc cuccok. A fekete a slankit, nem? Úgyis kövér vagyok, jó fog állni. Nézzük is meg. Most lehet, hogy megnézzük gyorsan. De befekedettem. Ha tiszta gonosz lovag vagyok. Közben itt nézegetem, egyetlen egy Dark Oak Sapling van, csak jó van, igazából ez egy szivatás volt. Engem saját magamat szivattam. Szóval, hogy tartottam? Ott tartottam, hogy szolár, ilyen panel. Ennyi? De miért? Látjátok, Dark Oak volt, meg mebből. Tehát planks kell hozzá, és ez meg nekem nincs. Hát jó van, azt csinálhatunk. Fura, hogy nincs, tehát elhiszem. Hát csinálok néhány plankset, hogy többet ilyen elő ne forduljon, de hát, ja, tényleg van stick, meg minden itt, de nincs planks, és akkor jogos. Jó, ilyen mirror is biztos kell, csinálunk egy stackit, mert nekem van egy ilyen érzésem, mert lehet, hogy előbb ellenőrizni kellett volna, hogy ha csinálunk ilyen panel kettőt, aha, tehát ez ilyen rekurszívos ti lesz, hogy a kettes az sok egyesből áll, és a hármas... Fogadjunk, hogy aha, jó, itt egy kicsit azért van már keverve. Na, mert ennyit nem fogok rekurszívan játszadozni. Ja, szépen megyünk felfele. Nem baj, megvan az egyes. Miért van nálam ennyi stíl? Nem is kell, igaz? Szóval energia, nézzük. Nulla. Vajon miért? Hát igen, napelem. Na de most, kisütött a nap, nézzük. De mennyit termel? Ahogy itt egy egész FE per tick. Az igen. Hú, és itt van, hogy milyen erős a nap. Hú, de jó, tök jó, tök jó, tök jó. Csak hát, egy FE per tick. És itt végig megyek, el lehet jutni az Infinity Solar Fluxhoz. Hű, az egy Infinity, az úgy jól hangzik. És mit tud a termál szolár? Ez is szolár panel, tehát hogy miért termálnak hívja, azt nem tudom, lehet azért, mert ez a mód neve. Nem baj, végigmegyünk ezen a szolár panelen, ezen a Solar Flux Rebornon, de ahhoz, hogy ezen végigmenjünk el, hogy vannak ezek az autocraftok, nézzük. Applied Energy Stick. A Molecular Assembler az, ami végzi, és kell egy interface. Molecular Assembler, hoppá, jajaj, nem tudjuk megcsinálni. Jaj. Na, mégis csak tudok kraftoló asztalt csinálni megnyugva, de miért egyet tettem be? Na, itt van 7 molekulára szemlerem, és mindegyikhez csinálok egy interfész, de interfészem szerintem van. Van ám dögivel, már azt csináltam, emlékszem, mert tudtam, hogy abból sok kesőt, ilyen korokat is csináltam valahol, az is van.
hoztam kábelt, és akkor ide, itt van ugye a központi, hát ház az nincs, de ez a központ, tudom, hogy biztos gondoltatok arra, hogy miért nem ilyen energiával oldom meg, hiszen ez igazából jól bevált, 240 RF-et tud csinálni, és ebből tudnánk csinálni egy 20-at összerakni, és ez már elég jó, de most nem, menjünk sorba. Szóval hova tegyem ide az én automatizálás dolgot? Közben azon gondolkodok, mert az teljesen ide illik, hogy miért nincs nekem még jetpackem. Ezt mondjátok meg, miért nincs nekem jetpackem? Csak mert hogy a tetőre akartam nézni, hogy nézne ott ki, de miért nincs nekem jetpackem? Na nézzük csak gyorsan, hát ezeket szerintem meg kéne csinálni. Ja, várj, azért ez a thruster, azért itt vannak dolgok, na jó, nézzük csak meg, tehát egy ilyet tudok csinálni, az nem gond. Ilyet is tudok csinálni, szuper. Egyedül lesz ez a generátor itt, ez a dynamo, ez is megy, jó van, ilyen kerékből kell kettő, aztán ilyen coil, ami csak silver, ebből is kettő. Jó, szerintem azt hiszem, hoppa, jó, hogy először meg kell csinálni ezt a react akármit, és úgy lehet ezt a thrustlert. Ezt bedobjuk, és akkor kettőt ki tud adni, ezt visszadobjuk, hogy tudja használni, oké. Jó, ez csak led... Hoppá. Ja igen, ebből lehet ilyen kottonból lehet ledőrt csinálni, csak... Na várjál. De vagy elhasználtam az összes ilyen stringemet, kottonom van. Hát egy 28 még volt, abból tudok csinálni eleget. 14, hát az nem hangzik túl jól, bár most csak egy kell nekem. Ez lehet, hogy még... Na, 6-ot is csinált, jó van. Legalábbis ide egy kell, jó, és már csak a teteje. De ez meg nagyon egyszerű. Kész is a jetpack. Nincsen zene. De van. Töltőket a másik végére tettem, de úgy látom, itt már megint megtehetünk így. De a másik vége is betett. Az igen. Na melyik töltő? Azt hiszem ez volt a jobb, igaz? Na nézzük akkor. Ez ám a jó. És hogy is volt, hogy fel kell vennem? És akkor az armorom az leesett. És vigyázni kell, hogy nehogy megüssem magam. Hát megütöttem. Még kimerült, hogy mi? Hoppá, ennyi volt. De egy kettőt mentem vele kb. Na jó, nézzük a következő szintet. Harden jetpack. Jó van, hát akkor most ezt lehet, hogy nem kell végignézni, mert végülis ugyanaz, csak invarok, meg ilyenekből, hát megcsináljuk invarokból, meg invar gear, meg ilyenek. Hát mindjárt lehet csinálok még invart, ha kell. Már Fluxtuxból is, vagy mi ez? Ebből is a hardend kell, tehát hogy még akkor ezt simát kell csinálnom először, mondjuk egy stacknyit, és utána abból tudok csinálni egy ilyen hardend. 4000 RF per tick, nem is rossz. Ja, az inval el is fogyott, el is használtam, az hogy is volt, az is valami egyszerű. Nickel és iron. Ugye egy nickel, egy iron, de azt hiszem, hogy a több iront használ, akkor majd töltjük. De gyors, viszont ja, energiát azt majd kell még adni neki. Szépen. Mondjuk a fa az olcsó. Ja, hát most már ugye baromi, hogy ilyen nagy puffere van, tehát az oké, hogy nem bírjuk táplálni, de szépen, amikor nem használjuk, feltöltődik, és ilyenkor milyen jó. Tök jó. Legalábbis most figyelj, megcsináltam két stacket, mindjárt meg lesz a harmadik, és nem fogyasztott olyan sok energiát. Na, trotlerek megvannak. Hát ez az egyik legnehezebb. És akkor már csak őt kell megcsinálni. Mert hogy ez is ilyen rekurszív. De imádom. A flux kapacitor amúgy az nem is hülyeség, mert ez ilyen energiatároló, amit ugye akár magunknál is tudnánk tartani. Tehát 4 millió RF-et tárol. Jó, mondjuk most nincs olyan eszközünk, amit nagyon tölteni kellene. Jó, és ugye akkor le kell venni ezt a jetpacket, betenni, és kész a harden. Na, töltsük fel. Ez már többet tárol. Előző azt hiszem csak 40 000-et tárolt.
Jó, azt hagyjuk, hogy töltődjön, és akkor elvisszük a másikba. Hát igen, ezért kell még több energia, gyerek, elkezdünk használni ilyen cuccokat. Ide kell az energy. Hát én meguntam ezt a töltögetést, szóval valami lassan töltünk. Hát ez még jó, a másikot mondjuk upgrade-elni kéne. És akkor jó lenne. Na, most... Oké, fel tudok menni végre, megnézni ezt a tetőt. Na, oké. Kismerült. Jaj, ezt nem tudom, hogy direkt csinálták-e. Szóval arra gondoltam, hogy ide teszek fel egy ilyen számítóközpontot, és csinálok le valami lépcsőt, de ezt nem jetpack-kel fogom megoldani. Mert hogy itt elférne egy lépcsőt középen. Pak. Igazából én... Jaj, nem ijeszteges. Arra gondoltam, hogy ide majd csinálok egy ilyen kis erkélyt, és akár azon lehetne is ez a kis számító valami, de ahhoz itt le kéne bontani. Nem szeretek annyira lebontani dolgokat, mert hogy jó így látni, hogy haladt az ember, nem? Ilyen kis történelem, de hogy ezt itt kiütöm, ez nem lesz jó, mármint hogy akkor az ablakot ugye valahogy meg kell oldani. Ezt nagy baromság, opa, ezt nem tudom kiütni, ahogy megütöm. Jó, tehát ez nagy baromság, ha... Jó, tudom, hogy ezt nem tudom újra használni. Vagy így lenne egy ilyen kijárat, ilyen kis picike. És akkor, opa. És akkor itt lehetne egy kis viszünk plankokat, mert hogy hát valami egyszerűt. Ja, amit kiütöttem, azt persze visszateszem azért, hogy szépen, meg itt a tetejét is, hogy azért ez így itt legyen, csak azt akkor, hogy szépen kijáratot ide valahogy. De akkor ennek ugye itt most nem lesz ilyen, mi ez, balkon, mi ez, amit ki lehet könyökölni, na mindegy. És akkor itt egy... Meg lehetne egy kicsit növeszteni itt. Merre, hol van nekem az a jó kis vandom? Ő a jó kis diamond vand. Oké, meg lehet, hogy még hozunk egy kis plankot. Jó, hoppá, van egy 1000 darab. Jól feltúlboztam. Na, és akkor mondjuk milyen szélesek legyünk, nem is tudom. Na, tehát akkor most így kinyúltunk. Még egy kicsit szélesítek rajta. Na, még egyet ide. Jól van. Aztán a közepén meg lehetne ez a feldolgozó, tehát így pont valahol középen, mint egy fa lenne. Milyen fura, mi? Hova legyen, mondjuk itt jön neki, vagy nem, lehet, hogy egyel arrébb, hogy legyen helye növekedni. Mindig jutnak eszembe dolgok, például, hogy ezeket az eszközöket miért nem nyomtam fel még kobaltra. Jó, opa, ez össze is van törve, apropó. Mármint, hogy tudom, hogy a mining szintje az kobalt, de hogy az egyik legerősebb, vagy hardite, vagy ez a manilun, igen, azzal vagyok bajban. Na szóval, hogyha itt lenne, lehet, hogy még egy kicsi, majd csinálok ilyen kerítést, aki meg ilyenek, csak azon most nem töltöm az időt, mert még lehet, hogy nem is fog tetszeni a végén. Szóval kell még kábel, biztos, hogy kellene egy ilyen dense kábel, mert hogy ez ki tudja mekkora lesz. És ez így kijönne a földből, most még ne rölgjetek, majd a végén építési földet kell vinnem, mert ugye az kell. Mágnes most nem olyan fontos. Persze egy jó jetpackkel tudnék repülni, de hát mindegy. Na, lehet, hogy itt építek egy ilyen kis feljárót. Szóval lenne ilyen törzse, és akár ilyen szinten, vagy egy kicsit magasabban, milyen magas legyen. Itt lennének így ilyen kinyúlványásai, értitek? Mondjuk ez itt, egyet kihagyunk, ez meg egyet. Aztán lehet, hogy jobb lenne, hogy egy kicsit ilyen randomabb lenne, hogy néhol viszé jobbra megy, néhol így balra, nem tudom, ez itt lefele. És akkor így lehetnének így
rajta, akkor lehet, hogy nem is így kéne, hanem hogy így ez. Tehát ezt leszedjük. Jó. És akkor, hogy így... Igen. Akkor, hogy nem ez nyúlna el, hanem ez lenne mondjuk mindig egy kicsit így máshol. Ugye egy interfészre lehet tenni több ilyen assemblert, meg egy assemblerre is lehetne több interfészt tenni, viszont így a leggyorsabb, mert akkor ugye mindig az a hátrány, hogy melyik lassabb, tehát értitek, majd mindegy, ha nem, hát nem. Jó, hogy is van itt. És az a lényeg, hogy ezeknek nem szabad összeérni, például így, de azt majd megoldjuk valahogy. Majd mindjárt, de most azon gondolkodok, hogy ezt így nem engedi, hogyha itt vagyok. Kezd egy lebonyolultabb lenni, de csinálok egy kis jetpacket, mármint hogy töltök bele, mert most úgy pont jól jönne, még ez a gyengus is. Ja, de kevés ez. Mondjuk azt lehetne csinálni, hogy még egy jetpack, és amíg az egyik töltődik, addig a másikat használja, vagy pedig, várjatok, hát azt hiszem, hogy ez, amit előbb mondtam, hogy milyen jó tároló, olyat tudnék csinálni. Ilyen flux kapacitorból el tudok menni magasabb. Úgy tudom, hogy ezt is tudom tölteni. Tehát ezzel így egész magas szintig harden, nickel, glass, hoppá, na, akkor ezt nem tudom meglépni. Red dust, obsidian dust, pirotium dust. Jó, azt tudok csinálni, tehát igazából egy kis ledet meg obsidiant kell darálni. Ezt ilyenből is lehet. Led meg obsidian. Jó kis találunkban van energia. Tettem bele ilyen dark steel green bolt, ami csak dark steelből azt hiszem 4 darab, nem 5. És ez elméletileg ugye javítja a kihozatalt, meg ezt a mellékanyagotnak a 200%-ra duplájára növeli az esélyét, tehát úgy elég jó, azt hiszem gyorsítja is. Ja, ez a fa kiürült, de meg fa kell. Hát az egy kicsi a tároló. Hát ja, energiából nem állunk jól. Hújúj, mennyit daráltál te. Fél stack obszidiánból ennyit csinált, vagy valamit többet tettem bele, na mindegy. Szóval most már van, daráltunk. És akkor ehhez a akármihez reinforce... mi hiányzik? Azt hittem már minden meg... Nem ő kell, hanem ő flux kapacitor. Ja, hogy többféle is van. Ja. Valahogy ez a fused quartz, ez bejött. Nem értem, gyerekek, nem értem. Tehát van egy csomó hardened verzió, és... hogy ezt a üveget hogy tudom én megcsinálni, hogy a másik hardenekből lesz. Tehát a harden 10 az más hardenből van. Vagy fused glass. A fused glass, mindjárt megvárom, míg odaérjem, mert hát gyorsnak kell lennem. Harden 10. Fused, na, elértem. A fused quartz, de várj, a fused quartz, ez meg fused quartzból van, nem? Na, meg nagy nehezen. Szóval lehet obszidi, ez az. Négyet tudtam csinálni, ez nem sok. Mondottam, csinálok egy stacknyit. Na, oké, megvan ez a flux kapacitor, és most csak arra kell nekem, hogy beteszem a töltőbe, aztán hadd töltődjön. Hű, azt hittem le fog esni, de nem. Szóval ez a töltő, ez úgyis jó lassú, nem is olyan lassú. Ja, vagy én szívtam sokat, mi? Ott van szépen tős, de ez 9 millió RF. Hú, ez mire feltöltött, barátom? Na, nagyjából feltöltve. Jó van, akkor kicsit pazaroljunk. Na, szóval, lehet, hogy ki kéne világítani. Ó, van nálam 4, az ittem nincs. Csak így hirtelen ránéztem. Pak. Elfogyott az interfészem, szóval akkor ezt áttesszük egy másik helyre, mert azt is meg fogom oldani, hogy így legyenek egymás mellett. Jó, ezt mondjuk így ide tesszük, és akkor az ott fölötte van, alatta, mondjuk ez még így erre lesz. Na, aztán lehet olyan, ahol mondjuk
Kettő van, tessék. Ezt még fogom azért javítani, vagy hát így állítgatni szerintem. Pak. Na és akkor ezt valahogy meg kell vezetni, meg majd megszépíteni. Gyere. Tak. 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 Szerintem lehet az lenne a legjobb, hogyha ezt a izét így fölé teszem. És akkor innen így. Nagyon csúnya, én ezt itt elvezetem. Ugye nagyon sok földet nem tudok kiásni, majd is lejjebb megyek, akkor össze fog kötődni azzal a... De ez már nem baj, össze fog vele kötődni. Kivéve, hogyha teszek oda egy ilyen távtartót, igaz? Persze fogalmam nincs, hogy hívják, mert már elfelejtettem. És ezért applied-ként keresem, ott van, ő az. Ja, ahhoz kell az a spécízé, mert emlékszem. Sertus quartz, nether quartz, mindegy. Egy ilyet veszek. És hú, ne bronzból csinál, bronzból csinálja. Nickel, invar. Több volt ott, hogy sima alumínium. Hogy sima iron-ból is tudja nekem, az lenne a legjobb, hát abból van dögivel. De mindjárt kiterül. Na, csináltam ezt technit. Na és hogyha ezt így ráteszed, akkor már a dance cable is szépen le tud menni, úgyhogy nem ér hozzá. Hát ez ilyen, mondom, távot tart. Ja, még egyet leteszünk, ráteszünk. Jó, ott most nézem, hogy 4 csatorna van használva. Jó van, akkor arra fele van. Oké. Azért kell most ide dance, mert ugye 32 csatorna, ez azért oda kell, mint látjátok, elég sok van használva. Jó, ez itt el lesz rejtve, mert hogy itt leszettem a földet, tehát ez majd szépen be fog füvesedni, és akkor ez itt nem látszik. Hát itt lehet, hogy egy kicsit meghosszabbítjuk. Hát annyira nincs elrejtve azért. Tehát így, hát ja, mondjuk úgy, hogy nincs elrejtve. Kijebb hozzuk így az egészet, hogy így legalább most már egy el lesz rejtve. Jó van, viszont csillogvilog, ez azt jelenti, hogy online. Szuper, na most, hogy azt csinálja, amit akarunk, ahhoz fel kell programozni, de most már nem is kell nagyon ugrágatnunk, mert ha minden igaz, ugye van nekünk egy interfész terminálunk, ahol látjuk a minden 6 darab. Nem 7-et raktam fel? Na mindegy, most 6-ot látunk, molekulál leszebb lenünk. Lehet, hogy ez a nothing is az. Na és akkor kell csinálnunk nekünk programot, hogy hívják a programnak a mintáját. Tudja, hogy valami pattern, view cell, nem, ez az encoded pattern. Hoppa, ez az encoded, és akkor nem encoded-at, hol nem, ahogy lehet, hogy megcsináltak valamit, blank pattern, ez az. Mennyit tudunk csinálni, 64-et tudtunk, quartz glasses volt, már emlékeztem, hogy valami kell neki. Na és akkor itt van, na szuper, és ez a pattern terminál, ez olyan, hogy olyat is tudsz csinálni, ami nincs. Tehát például energy acceptor, ha mondjuk ilyen pont van, de ilyen cellánk biztos nincs, storage-unk, de mégis ha be tudom tenni egy programba, ami nagyon helyes, de most nekünk solar panel kell. Tehát azt kell megmondanunk, hogy a solar panel 1, az így készül, itt a programja. Aztán ugye ilyen mirort is kell tudnia csinálni, azt is leprogramozzuk. Pak, jó. Ezek mind kraftolók lesznek, Solar Panel 2, az így készül. Oké. Na, aztán ezt így megcsináljuk egy Solar Panel 3-ra is. De ez biztos, hogy ugye ilyeneink Solar Panel 2-re van program, Block of Iron-unk van, Reston Repeater-t, azt le kell programozni, és a Reston Repeater-nek van ugye ez a Reston torcsa, ezt is leprogramozzuk. És azt a valamilyen cellát is le kell, ugye glass, lap is. Jó. Ugye ezek mind kraftoló receptek. Miért van ez a fluid nálam? Ja, hogy ez a jelóriumot kiégettem, aztán nem tudtam. Betettem abba a jelóriumot, mert hogy azt is ugye lehet citálni, hogy majd kiöntöm,
de nem lehetett, mert azt mondta, hogy nem. Hogy nem lehet belőle ingotot csinálni. Most ezeket menjetek vissza. Úgy látom, hogy nem telik meg egyik se. Menj vissza, és akkor majd kijöntenek belőled ilyen jó kis ingotot. Nem is kell ennyi, majd ez az egy, ez befejezi, igaz? Na, be is fejezte. Ja, úgy látom, mind kiürült. Jó, szuper. Szóval akkor a LED befejeződött, de most mi ezt leszedjük. Mindjárt megnézzük, hogy állunk. Fogjuk az interfész terminált. Azért jó, hogyha ezt az ember nem egybe teszi, mert hogy ugye ez egy interfész, amihez mindegyikhez egy molekulár assembler tartozik, és mi most nem egybe tesszük, így mindegyik tud dolgozni, mert egyszerre csak egyet tudnak csinálni. Mindegy. Hát itt ugye, hogyha ilyet csinál, akkor ennek meg kell állni. De ezt nem gond nekünk. Na, itt van Solar Panel 3. Szeretnék egy Solar Panel 3-at. Kiírja, hogy mi minden kell hozzá. Júj. Nincs kraftoló CPU-nk. Hoppá. Ugye kell nekünk ilyen kraftoló CPU, amiből semmi nincs. Ez csinálja a programozást, és ugyanúgyan ilyen storage komponentek vannak, amiket mondjuk fel is lehetne programozni, mert hogy ezek ilyen kis nyavajások, tehát ugyanolyan rekurszívos dolgok, tehát az 1K-s patty. Tudom, hogy most feleslegesen programozom fel, mert hogy nincsen hozzá a processzor, ami lefuttassa. Tehát egy saját magát nem tudja megcsinálni a processzor, pedig az lenne a szép. Nem majd csinálunk kézzel párat, szerencsére azért anyagok vannak. 4K-ig azért szeretnék eljutni, hogy lehet, hogy lehetne egyet tovább is, mert hogy nem kell most egyelőre sok. Nem. De hát egy 16K-st meg tudok csinálni. Az jó. És akkor kell hozzá egy ilyen unit. Szuper. És akkor egybe tudom tenni, és van egy darab 16K-s processzorom. Hát ez szerintem most elég lesz. Mennyi a co-processzor? Azt tud gyorsítani, meg van ilyen monitorozó, de nekem csak egy sima co-processzor kellene. Ez nem tűnik vészesnek. Akkor csinálok egyet. Ugye a kraftolás során ez a rendszer betölti az összes programot egy ilyen processzorba. Most ide teszem. Mert van, lehet, hogy ilyen négyet fogok tenni, így a négy sarokra. Alul összekötöm, és egy középen lesz egy ilyen fa. Ja. És jó, egyelőre itt legyen. Oké. Tehát ezekből lehet többet is összerakni. Tehát 4x4K-t, és akkor összeadódik természetesen. De most ugye együnk van, de egy az bőven elég nekünk, hogyha minden igaz. Tehát ott tartottunk, hogy szeretnék belőle egyet, automatikusan válasz ki nekem, és csinálja. Ó, elkezdte oda nézzetek. Tehát ő kiszámolta, hogy ebből is mennyi mirror kell, meg minden, és szépen elkezdte gyártani. Ugye az egész rendszernek az a hátránya, hogyha mondjuk ilyen wood plankset csinálunk, hogy csinálja fából a plankset, az sokkal lassabb, mint hogyha én most itt rá tehénkedek és csinálok jó pár szeket, de most ez minket nem zavar, itt van, észük Solar Panel, mindjárt jobb, 32 FE per tick, az már az a fél almás. De várjál, nem kapunk ilyen viszét, valami elismerést, vagy ja, majd meg kell csinálni a Flux 2-t is. De nekünk az nem gond, mert tak, és mindjárt kész lesz. Mészen is van. Na, jöhet a zenélés. Sorba. Az is oké. Jöhet a következő zene is, és közben nézzük, hogy ezt a Flux 1000-re. Az jól hangzik. Már csinálom is a programot, szóval ez kell a Soraflux 4-hez. Aha, tehát a cellből is a 2-es kell. Ahhoz mi kell? 1-es, jó. Ezek emetek mind vannak. Lehet, hogy clay nincs amúgy. Szóval meg kell nézni. És mi volt még? Ez megvan, blokkofájlom megvan. Még egy ilyen órát csinálok. Jó,
megvannak a programok, beteszem, hogy a programot a shiftet megnyomod, akkor kiírja, hogy ugye mi van benne, és ha ilyen a shifttel a világba klikkelsz, hogyha a kezedben van, akkor kitörli. Szóval nézzük. Kell még csomó üveg. Jó, hát azt tudom, hogy nekem van amúgy üvegem, de viszek egy kis fát, mert én még mindig vanillás furnace-t használok. Ez durva, tudom, durva, de itt most vannak üvegek. Be is gyűjtöttem az üvegeket, ez már elég lesz arra szerintem, hogy megcsináljuk a solar panelni. Mi van? Clay. Clay az ugye ilyen formában található. Most azon gondolkodok, hogy nincs nekünk egy kompakt tárolunk, mert akkor ugye lehetne egyszerre két formátumban is a rendszerben. Most egyelőre én ezt így ide teszem, mert ugye itt ingotok vannak, nem olyan szép, jobban néz neki mondjuk párhol máshol jóformán, de most így, na most már mindjárt mind a két formátumot látni. Szóval így most jobb, Solar Panel 4, next, start, gyerekek, csinálja, 210. Lehet ezeken gyorsítani, vannak ezek az accelerátor kártyák. Itt van ő az. Tehát ez is például olyan, amit mindjárt érdemes le is programozni, hogy majd megcsinálja nekem egy ilyen. Ahhoz kell egy ilyen advanced kártya. Jó. Természetesen olyan gyártóprogramokat is lehet csinálni, és utána egy interfészt rátenni mondjuk erre a gyártóra, és akkor meg tudjuk majd csinálni, hogy ilyen processzorokat is gyártson, de most, de ahhoz majd szét kell szedni egy kicsit, hogy elférjen az interfész. Hogy állunk itt a... miért nem... Ja, lekapcsoltam. Ja, emlékszem, mert néztem, hogy a hátsó az ugye ellátja energiával, de úgy néz ki, hogy teljesen jól működik. Tehát ez a energiaforrás ez teljesen eleget tud termelni. Nézzük, csak félgőzzel megy ahhoz, hogy ellássa az EMI rendszert. Közben bedobálom, ami nálam van, de itt a négyes. Megjött a négyes. Jajjaj, aludnom kell. Persze valami tároló is kell nekik majd. 2 millió, te jó ég, mindjárt ki is próbáljuk, figyeld. Ja, azt így nem tudom berakni, de be tudom tenni. Ó, de lassan tölt. Ja, mert hogy maga, tehát csak 99 meg 100 FPS-ig, szóval azért az még messze van a szuper jótól. A Solar 5 az igazából nem tűnik olyan vészesnek, mert mindjárt kiderül, hogy hány üveg kell hozzá, mert biztos, hogy rengeteg. A Solar 5 programja, aztán a Solar 5-ön belül ugye még ilyet kell csinálni. Obsidian Glass. Jó, a sima üvegek. Van ilyen Ore Dictionary, ami Hollow Substitute Prevent hát nem tudom. Tehát elmeteg ugye, hogyha van mondjuk LED, vagy valami, ami többféle is van a rendszerben, akkor ezt megengedi, próbálom majd úgy elrakni őket, hogy ne vesztenek össze, szóval megengedi, hogy a másik modosat használjuk. Wood planks, okay, és 337 üveg. Na ezért is baromi jó, hogy legalább megmondja, hogy mi hiányzik. 337 üveg, az nem olyan sok. A wood planks-et meg mindjárt megcsináljuk, szóval kell szent. Mindenki izé üveget csinál, ez baromi gyors, ugye ezek baromi lassúak, persze vanillás, de ez is elég durva, mert hogy ugye hármasával csinálja. Jó ez. Már csak 89 hiányzik, meg és ilyen plank, de hát az ennyi. Most már van elég plank. Összegyűjtöttem a maradék üveget, szerintem most már elég lesz. Solar Panel 5, next. Mindig 42 hiányzik, de hogy 39. Na, most már aztán elég legyen az üvegből. Szóval, hát azt is berakjuk, hát ha az kell. Solar 5-ös, next, start. Na, hát ez egy kicsit el fog tartani, míg 320 ilyet lekraftolgat.
szépen lassan. Nézd, itt felül ki is írja, hogy körülbelül egy perc. És közben nézem, hogy megnéz, majdnem feltöltötte 128 FPS-ig. Ez nem is olyan rossz, ugye? Egy ilyen tud 64-et. De jó, mondjuk abból ezt sokkal könnyebb megcsinálni. De hát ez meg napelem, gyerekek, napelem. Védjük a környezetet. Milyen energiatárolót tudnánk tenni? Mert hát a napelem az ugye csak nappal termel. Itt nincsen valami energiatároló? Hát így, ami energiatárolással foglalkozik, ott nem találok. Vagy csak nem tudom, hogy az az. Húha, ez már így omega. De én nem is jutottam egyszer se. Szóval egy kicsit így össze-vissza vannak. Tehát ha ugye tudunk bankot csinálni, olyat, ami pénzt is termel, mi nem, ilyen basic kapacitor, ezek viszonylag egyszerűek, de ezt tudja, hogy le kell programozni, mert ez is ilyen rekurszív. Tehát ilyen kapacitorokat megcsinálni, az maga a halál, mert hogy van ez a sima kicsike, ebből a kicsikéből lehet csinálni a nagyobb bacskát, mindjárt meg itt van ezt a double layered kapacitort, abból meg ugyanígy négyből, meg, na mindegy, hosszú. De fura, hogy ez a vibrant kapacitor, ami a legjobb, ezt kétféleképpen lehet csinálni, és vagy vibrant alloy és másik kapacitorok, vagy electrical steel. Tehát az electrical steel az szerintem egyszerűbb, mint a vibrant alloy, szóval sokkal olcsóbb, tehát ez így... Ja, de várja, nem mindegyik oktadik kapacitor, csak ez úgy miért fénylik? Ajaj. Ja, hogy lehet többféle. Oké, szerintem az oktatik a legegyszerűbb. Viszont Vibrant kristály, ujjjj. Azért az ember belódul, hogy hamar meg lesznek a... hogy betelnek a programok, mi? Amíg kell csinálni. Várj, a basic? Egy... Oké, a Vibrant is benne van, jó. Na viszont elkészült az ötös. Tararam, tararam, tömtöm. Közben ez feltöltötte az én jetpackemet, szuper, nézzük ezt, 5.12 FPS, 128-ról felnőtt, 5.12 a gyerekek, az jó, és ebből van 2, hoppá, beborítjuk a tetőt napelemekkel mindjárt, de nézzük meg, hogy meg tudjuk csinálni a következőt, vagy ahhoz már triviálnyi üvekkel valószínű, mi? Block of Diamond kell, meg Redstone Lamp. Ez nem tűnik még olyan gondnak. Hát a Redstone Lamp-et leprogramozzuk. Jó, hogy abban ne legyen gond. És nézzük még ezt a cellát. Azért ott is vannak érdekes dolgok, de még akár meg is tudnánk csinálni, de az biztos, szinte biztos, hogy csilliárd, trilliárd üvekkel hozzá nézzük. Solar panel 6. Next. Pistont kell csinálni, meg block of quartzot. Ezek szerint a quartz nem úgy van a rendszerben, ahogy kell, meg a diamond se. 1000 üveg. 15 stacknyit kell megcsinálni. Jó. Hát azt mondom, hogy nem. Ugye annyit tudunk most, hogyha ezt visszarakjuk, akkor azokat fel tudja használni, akkor csak 300 üvegkel. Na figyeld! Azt viszont meg tudjuk csinálni, hát ez csak 5 stack, ott még megint ég, vagy hát készül. Jó, azt akkor még hamar összedobom. Lassúak ezek a vanillások, de ezek megbízhatóak. Jó öreg technológia, higgyétek el, szuper. Nézzétek meg. Ja, be akartam tenni, feltöltjük. Jó. Biztos hiányzik az egy glowstone. Jól van. Aztán volt a quartz block. Hát itt van. Nincs elég nether quartzunk. Jaj. És volt még a diamond block. Mert hogy ezt is kell csinálni. Nem is tudom, mennyi kellett írt. Olyaj, ez így van. Jó, egy kellett, azt hiszem, csinálunk párat.
De akkor elnézünk a nedőrbe, összeszedjük, ami kell, ő nem kell, ő kellett, ugye a bányászáshoz kell, dört nem kell, ez mindig kell, kell ugye nekünk ilyen sharpening kit, aha, mert az el szokott fogyni, és hű, valami tatyó, milyen jó lenne, ha lenne egy begünk, igaz? Hú, van az a jó kis arany bag. Most nem látok olyat, pedig benn van a mod, vagy nincs, de mindegy, arkeim is, azt félek, hogy ez itt valami spéci, tehát nem olyan, hogy lehet tárolni benne bármit. Ezek meg tuti nem. Tudunk csinálni egy storage tabletet. És ez a storage tablethez van egy tároló, csak nem teszem a neved, de tudom, hogy ez RF Tools. Jaj, de sok minden van. Amiben van ilyen 1-2-3-as kategória, mindjárt megtalál, itt is van, ne nézd, de storage modul, és ilyet tudunk csinálni? Ó, tudunk egyes. Egyesből lehet csinálni a kettes, de jaj, kvarc kell hozzá, Istenem. Na jó, oké, aztán ezt valahogy bele lehet tenni a kettőt, így né, de azt hiszem, hogy fel kell tölteni. Ja, hogy elvittem azt a jó kis napelemet, leszettem, akkor mindjárt megyünk a töltőhöz. Nézd, ez megint betelt, tök jó. Azt hiszem, ennek kevés energia kell. Hoppá, mégsem. Na, de kevés. Na és most elméletileg, hoppá, nézd, van egy kis tárolónk már. Jó, 100-as tárolónk van. Ez is valami. Majd, ha lesz kvarcunk, akkor megcsináljuk a kettes, de először irány a nedőr. Tényleg kvarcot nem lehet valahogy csinálni? Már nem is tudom. Termelni kéne. Abba jók vagyunk. Meg ezt az autószívet is meg kéne csinálni már nagyon. Szólszent. Szólszentet hogy tudunk csinálni? Szent és Dark Sugar Wither Dust. Na jó, jönünk nincs. Van szólszendünk, meg sima szendből is lehet csinálni szólszendet. Na várjál, akkor amíg elmegyünk, addig csinálunk egy kis szólszendet. Akkor rádobáljuk a szendet erre. Pak, ja, ettől féltem. Igen, tehát ez sok energiát fogyaszt. Tehát van 300. Ja nem, ott van egy stack, oké, okay, el is használtuk. Azért nem bánom, hogyha elhasználjuk, mert hogy ebből elég sokat tudunk hozni. Na, szóval akkor ezt még ledobáljuk, mert hogy nem kell szend, és megyünk. De várja, ez most miért nem szitálja? De várja. Ó, hogy ez a csak a flint, és nekünk meg iron van. Jól van, barátom. Most ezzel az a baj, hogy valahogy... Ja, de várjál, nem biztos, hogy baj, mert hogy nekünk szerencsénk van, mert hogy ez a cucc, ez visszafele is tud működni. Na, te, vagy nem tudsz? Tudna, csak valahogy nem tudom, most nem tudom jól megütni. Hát akkor szétszedem itt a szíveket, és akkor már talán, hogyha lesz üres kezem, meg tudom ütni úgy, hogy kiszedjen. Nem szedi vissza, ez nem jó. Le kellett szednem. Igen, mert hogy akkor így megtelítődik. Na, jó. Oké, visszarakjuk. Szóval szendet kivesszük, aztán... Hoppá, ja, mert ő még akkor idevaló. Csak... Ez kiütötte a hálót, itt henterget. Milyen úgy észrevettem? Még be se volt kapcsolva a mágnes. Ja, azt hiszem, hogy a mágnes nem is, ennek az az előnyege, hogy ez így lehet itt benn valahol, és is a V betű bekapcsolja. Azt hiszem most bekapcsoltam. Ó, ott van. Ajaj, ne. Hú, azt hittem lefagy, nem, csak egy kicsit megáll gondolkodni. Szóval gyere papához, hogy... Hoppá, Wither Skeleton itt. Az igen. A mágnes nem megy. Pedig most jó. Na jó, akkor lehet, hogy be kell kapcsolni, és utána elratni. Lehet, hogy elvisszük azért a kobaltot is. Mégiscsak nem. Jó, itt is van.
mi ez artájt, azt is elvisszük. Oké. Okay. Ez többi nem érdekel. Ó, na jó. Gyémet. Ja, egy ütés, egy élezés. Hát, ez most ilyen. Na, meg is teltünk. Kell nekem ennyi ledőrrek? Mindegy, nézzük be, mit tudok betenni. Hoppá. Ez csak 12 a 100-ból. Az igen. Mindent betettem, és csak 24. Hoppá, hoppá, és ez csak az egyes tároló. De várj, ez miért ilyen csúnya? Ó, 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 ó. Na, ez így jobban tetszik. Király. Mondom, együttés, egy élezés. Ilyen szempontból jobban, ha valami manilum, vagy valamit keresünk bele. Tehát most már nem is a sebesség számít itt, hogy van orexkavátor, hanem a tartóság. Na, szépen pakolunk, pakolunk. Na jó, elfogytam. Hát akkor ennyi, ennyi, mennyi az annyi? Az egész pontosan 3 steknyi. Az nem rossz szám. Mondjuk ezzel is tudnék egy kis pikexel, út egy gyors, de nem, mert az nem sokat. Jaj! Szalamander! Menj innen! Nem is jön utána, ugye? Vagy igen? Most az után nem? Nem, békés. Jó van. Szépen mindent áttöltöttem. Most erre kíváncsi vagyok, ez milyen mod? Storage modul. Storage modul, mert nem emlékszem egész pontosan, hogy ebből csinálok most már 2-est. Ja, várjál. Azt valahogy ki lehet szedni, azt hiszem. Aha. Így. Tette, baromi jó meg van csinálva. Baromi jó. Pedig ez egy öreg cuccám. Szakállas. És akkor utána a 3-as. Jó, 2-esből lesz a 3-as. Szintén összekraftolom. Aha, sőt azt hiszem, hogy egy szétkraftolja az ember, meg összekraftolja, akkor megmarad a tartom, és 300-as. Tudom, a 100-asban is baromi sok minden belefért. Még egy kézben van 300, annyi, hogy töltögetni kell, mert most ugye fogyott. Na, de most vissza a Solarhoz, ott tartottunk, hogy ő belőle akartunk egyet, és mi is hiányzott? Semmi. És elkezdte, tehát elég volt a memóriája, hogy betöltsön mindent, és 45 másodperc mindösszesen. Jó csinálunk. Hát csak. Addig legalább el tudom cipelni. De miért cipelgetem én? Item conduit. Úgy emlékeztem, hogy csináltam, de ezek szerint rosszul emlékszem. Pulsating iron-om sincs. Hoppá, hoppá, hát ez hogy lehet? Ugye ez csak Ender Pearl meg Iron. Ender Pearl, egy stacknyit azért összehozunk, meg Iron. Kivesszük a sok üveget innen, betesszük. Hát azért ez már lassabb, na, ez már lassabb. Ja, meg el is fogyott a fa. Fekete, dark oak. Mit vártam, de most már van Dark Oak-on, és sapling is van, jó van. Végülis nem baj, sötét fa az kell, az jó, ha van. Na akkor ezt betesszük az új helyére, ezek szerint ilyet még nem csináltam, valamiért nekem úgy rémlett, a Vibrant-tel keverem valószínű. Szóval akkor milyen item conduit? Egy stack simán kijött, jó, hát ugye ez csak nugget, 3 nugget kellett hozzá, ez nem sok. Na és kíváncsi vagyok, ez milyen gyors lesz. Ugye ebben nem tudjuk már bevezetni, mert alulról foglal, de itt van ez a slave akármi, és ha minden igaz, akkor ide is lehet mennie. Szóval mindjárt kipróbáljuk. Kiássunk egy kis földet. Szintén nem akarom, hogy látszódjam. Hű, a pózna alá ásunk, és nem esik ránk, de fura. Na, akkor egy elejjebb visszük. Na. Ja, jó. De fura. Miért nem egyenes ez? Na mindegy. Milyen lesz? Mit látszik itt most ilyen? Ezt is rákötjük. Ja, meg fel is lehet programozni, ha már itt vagyunk, már mint egy jobb klik, és azt mondjuk, hogy extract zöld, always aktív. És nem insert, csak extract. Már ez itt nem lesz jó, itt jó, csak amott meg, ugye
még lejjebb akarjuk vinni. Na mi van, miért nem jön az ore mining itt? Na mindegy, leszettük. Jó, lejjebb megyünk egy szinttel. Ugye itt lesz majd a bemenete, itt is ugye a zöld csatornán maradunk, ez meg insert, ugye a csatornákat szét lehet választani, tehát így meg lehet oldani. Itt is vannak amúgy szűrők, meg gyorsítók. Szóval a csatornákkal meg lehet oldani, hogy egy kábelt visz az ember, de többfélét. Na, nem működik a jetpack-en, vagy be kéne rakni mi? Így már jobb. Igen, elkezdtek kiszedni, hát nem túl gyors. Nem túl gyors, de szerintem, szerintem ez most itt elég lesz egyelőre, mert az a lényeg, hogy csak annál legyen gyorsabb, mint ahogy termel ez a farm, és itt is akkor ugye betesszük, hogy always aktív legyen, és szépen elkezdte kivenni, majd teszünk bele mindjárt, vagy hát nem most, de majd egy gyorsított. Hello, te meg mindig itt vagy, még este is, az igen. Azt hittem egyszerű lesz, de mi minden van itt, vagy melyik is az? Ezek filterek. Power item filter, akkor ezek közül lesz valamelyik, tehát mennyi upgrade van már? Ez az extract speed upgrade, még downgrade is van amúgy. Electrical steel. Most meg crushed coal-om nincsen. Nem baj, csinálunk egy párat. Pulverize, vagy hát crushed coal az van, silikon és iron. Jó, még nem is tudom, mit kezdtem el. Ez hát tudom, hogy a harmadik részek állok neki újra. Van ebbe. Szóval most electrical steel kell pár, csak hogy kicsit gyorsítsam azt a cuccost. Hát ja, el fog fogyni az energy. Nekem most 3 elég lesz, jó? 2 speed upgrade-et csináltam. Ez bőven elég nekem. Na látjátok, hogy enélkül mire megcsináltam, már ki is ürül, szóval ez így lassan üríti, de mondom, jelen esetben ez nem olyan nagy probléma. Azt hiszem, hogy bele lehet tenni 2-t is, de azt csináljuk, hogy itt egyet mennyivel gyorsabban üríti. Hát valamivel gyorsabb, érezhetően gyorsabb. Ide is teszünk egyet. Na, nem férek hozzá. Így egy picit, hogy nem, ez nem az. Nem baj, leásunk, és akkor innen már hozzáférünk, ide is betettük. Annyit megütött ez a francia, kajám jól lement, na majd meg kell oldani. Szóval ott tartottunk, hogy szolár megvan, itt van. Na, már csak mi azt le is tehetjük, egyelőre alszunk egyet, azt megnézzük. Megjött a zene is közbe. Na. 1400 Fe per tick. OMG. 32 millió. Ez olyan jó, hogy ebből kettő ős összeolvadt. De szuper, gyerek. Ez nagyon jó. Na, ebből mi van, ha csinálok 10-et? Akkor mit mond erre? 10-et, next. Jól van. Ez nem gond. Pistonra a receptet majd mindjárt megcsináljuk. Erre is lehet glowstone, piston. Nincs elég redstone. Na, ez viszont érdekes. Hogy csinálunk redstone-t? Na, de ez már nem a mai rész problémája lesz. Még egy kicsit gyönyörködünk ebbe. 1009. Ezt most összeírja? Valószínű nem igaz, mert hogy 1000 fölött volt. Tehát ez is 2000, meg ez is 2000. 2 millió tárolt majdnem. Ja, gyerekek, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ilyen kis felemással, amit hogyha kertésznadrágom lenne, vagy nem is tudom. Na, örülök, hogy velem tartottál. Gyönyörű jó kis napelemünk van, ami termel, mint az állat. Na, valahogy hálózatot kell csinálnunk. Szerintem ilyen bekábelezzük a világot is. Csak valami olyat, ami nem ráz meg minket. Addig is viszont vigyázz magadra, karantén, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok! Na, várjál, pak! Várjál, van az a, milyen csizma?
Slime boot. Olyat keresek, hogy slime boot. Van olyan? Nincs. Nincs. De van. De van. Csak nem tudunk csinálni mi. A francba. Na akkor így nem tudok megúszni, hogy ne legyen bajunk a leeső. Na jó. Ennyi volt tényleg. Csáp.